Sziasztok! Eljöttünk ide a Korda Film Stúdióba, egy szervezett stúdiólátogatásra. Körülbelül 2 órás lesz, gyertek, fedezzük fel együtt a stúdiót. A túra kezdetén rögtön megismerkedhettünk Hollywood magyar alapítóival. De miért is hívják a stúdiót Korda Film Stúdiónak? Nos, a névadója Korda Sándor, magyar származású filmrendező és producer. Fiatalon emigrált Londonba, ahova mindössze $50 érkezett meg a zsebébe. Vagyis eleinte nélkülöznie kellett, viszont karizmatikus megjelenésének köszönhetően hamar feltalálta magát, és nem sokkal később bekötözhetett egy luxus szállodába, ahol sikerült az igazgatóval elintéznie azt, hogy a szállodai szobáját csak 10 évvel később kelljen kifizetnie. Legnagyobb sikere az Aranyember című film volt. Innentől kezdve megállíthatatlanul következtek a sikerek, olyannyira, hogy később lovaggá is ütötték. A stúdiókomplexumot 2007 áprilisában adták át, amely 90 millió eurós költségvetésből készült el. Az alapítói Demián Sándor, Andy Vajna, Peter Munk és Natália Rothschild voltak. Ezt követően a filmgyártás lépéseinek a külszakaiba vezetek minket be. Elárulták, hogy 4 fő lépésből áll. Egyrészt először meg kell írni a forgatókönyvet, majd ezt utána elő kell készíteni, és ezt követi csak a forgatás. Végezetül pedig az utómunkák következnek. A produkció létrejöttéhez legalább 3 év szükséges. Ti gondoltátok volna azt, hogy több mint 220 féle havat használnak a film forgatásánál? Lehetőségünk volt kipróbálni magunkat egy valódi filmforgatáson is. Egy jelenet erejéig például varázsló lehettem egy Hobbithoz hasonló disztet között. Minden, ami jó, hát a földről származik. Viszont a gonosz az elpusztítatlan. Ha ezt nem veszed figyelembe, akkor saját megedet volt megmérgezni. Vagy az, hogy tudom, hogy a stúdió területével kapcsolatos érdekesség, hogy 32 hektáros területen eredetileg egy katonai támaszpont volt. Ezért sokáig a Google térképen sem lehetett rajta látni fényképeket. Állítólag van egy föld alatti bunker is, ezt viszont eddig nem találta meg senki. A filmpark egyik nagy nevezetessége a fiktív New York utcai díszlet, amit a 2008-ban bemutatott Hellboy 2 filmnek készítettek el. Pár lépéssel később már a középkori Rómába érezhetjük magunkat. A dísztetet a 2011 és 2014 között forgatott Borgiák című történelmi tévésorozat számára készítették el. A sorozat a 15. század Itáliát mutatja be 6. Sándor pápán keresztül. Az egyes filmstúdióban forgatták többek között a 2016-ban bemutatott Inferno című filmet is, aminek főszereplője Tom Hanks. A vizeseteket egy 4,5 méter mély medencébe forgatták. Olyan exkluzív érdekeskedést is elárultak a forgatásról, amely szerint Tom Hanks a vízben tényleg fuldoklott, nem csak eljátszotta. Az 5-ös filmstúdióban forgatták többek között a 2015-ben bemutatott Mentő Expedíció című science fiction filmet is, aminek főszereplője Matt Damon volt. Ahhoz, hogy a Mars felszínét megfelelően tudják szimulálni, 40 ezer tonna vörös homokot használtak fel. Érdekesség a filmforgatásával kapcsolatosan, hogy egyszer egy statiszta véletlenül behozott süteményeket pont a forgatás kellős közepén. Viszont szerencsére ezt sikerült megakadályozni, így a sütik elfogyasztására csak a filmforgatása után került sor. Sajnos egyik stúdióba se lehet bemenni, mindezek mellett pedig még felvételt sem szabad ezekről készíteni. Végezetül ellátogathatunk Barcelona egyik fő látványosságához is, a Güell Parkhoz. Ennyi lett volna tehát a filmstúdió látogatása, remélem tetszett nektek, találkozunk legközelebb, sziasztok!